alapkőletétel, új járási hivatal épül Fehérgyarmaton. Átadták a felújított Bencs villát, mintegy 290 millió forintos pályázati támogatásból szépült meg az épület, megőrizve eredeti formáját. Esélyteremtés, speciális eszközök beszerzésével, továbbképzésekkel, új módszertanok kidolgozásával és támogató programokkal segítik a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését. Több mint 350 millió forintos hazai forrásból épül új járási hivatal Fehérgyarmaton. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Jelenleg 70 fő dolgozik a kirendeltségeken, közülük 35 főt érint majd a költözés. A 21. századi elvárásoknak megfelelő épületben közel 1000 ügyet intézhet a lakosság. Az új központ mintegy 50 település közel 40 ezer lakóját szolgálja majd. A járási hivatalok rendszere a magyar állam egyik legfontosabb eszköze, ugyanis saját szolgáltatásait kínálja itt a lakosság számára az állam. Hangoztatta Fehérgyarmaton dr. Tuzson Bence. A közszolgálatért felelős államtitkár szerint ez az egyik olyan csatorna, ahol az emberek el tudják mondani véleményüket az ügyintézéssel kapcsolatban, ezért fontos, hogy modern és gyorsan működő legyen az épület és a szolgáltatások összessége is. Több ezer olyan ügy van, amit a járási hivatalokon keresztül, illetve a kormányhivatali rendszeren keresztül, vagy akár a kormányhivatalokban, a kormányablakokban lehet elintézni. Mi azt szeretnénk, hogy ezeket az ügyeket valóban gyorsan lehessen elintézni, és szinte mindent egy helyen lehessen elintézni, egy helyen lehessen kezdeményezni, és hogyha valaki mondjuk például személyigazolványt akar, vagy lakcímkártyát akar csináltatni, vagy lakcímkártyát kell neki csináltatni, az is nagyon gyorsan menjen, akár egy-két nap alatt megkaphassa a végén azt az igazolványt, amit kezdeményezett. A több ezer ügyet pedig több tízezer lakos intézi napi szinten. A Fehérgyarmat térségében 50 település található, 50 település járási központja Fehérgyarmat, és közel 38 ezer ember él ebben a térségben. Fehérgyarmat központi szerepet tölt be a térség életében, legyen szó gazdaságpolitikai vagy kulturális kérdésekről. Az ügyintézések jelenleg több különálló épületben zajlanak. Ezeknek egyfajta rendszerezése is lesz az új hivatali épület, ahol az igazságügyi, hatósági és szociális osztály, a földhivatal, az állategészségügyi osztály és a Máté Szalkához tartozó népegészségügyi osztály dolgozói kapnak majd helyet. Fehérgyarmaton 350 millió forintos összköltségvetéssel épül új járási hivatal. Nagyon fontosnak tartok elmondani, hogy ez nem Európai Uniós, hanem hazai forrásból épül. Ugye Magyarország kormánya számára fontos az, hogy a járáshivatali struktúra az épület, tekintve, az ingatlanokat tekintve is minél jobb állapotú legyen. Én azt gondolom, hogy ez egyik nagyon fontos előfeltétel annak, hogy kiváló szakmai munka folyjon. Ez egyaránt fontos az ügyfelek számára, de nyilvánvalóan fontos a kollégáink számára is. Az új hivatal 587 négyzetméteren épül fel, a földszinten és az emeleten is kialakítanak irodákat, amelyek modern homlokzati szigetelést kapnak. Az épület mellett szilárd burkolatú parkolót és egy kis kertet is kialakítanak. Ez meg fog felelni a 21. századi követelményeknek, és hát remélhetőleg majd több száz éven keresztül fogja szolgálni az itt élőket. Most jelen pillanatban a járási hivatal állománya 70 fő, a költözés egy 35 főt fog érinteni az új épületben. A tervek szerint 2019 év elején elkészül és megkezdi működését az új hivatali épület Fehérgyarmaton. Nem csak az ipari, de az étkezési alma ára is beszakadni látszik, mondta Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke az M1 csatornának. Az elnök szerint az étkezési alma kilónkénti ára az áruházban 400 forint körül van, míg a termelőnél 70 forintba kerül. Jakab István hozzátette, hogy az étkezési alma 130 forintba kerül, és innen csökkent 70 forintra. Ez azt jelenti, hogy az ipari alma árának csökkenése magával húzza az étkezési alma árát is. A MAGOSZ elnöke elmondta azt is, hogy tárgyalásokat folytatnak a legnagyobb felvásárlóval, aki végül 2 forinttal emelte volna meg az ipari alma jelenleg 13 forintos kilogrammonkénti átvételi árát, amit elfogadhatatlannak tart. Jakab István szerint a megoldást az jelenthetné, ha a gazdák rendelkezésére állna egy saját tulajdonú gyümölcsfeldolgozó üzem, így befolyásolhatnák az árakat. Hozzátette, hogy ennek előkészítését már megkezdték.
Szerdától ismét várja a látogatókat a megújult Bencs Villa, a nyíregyházi Sóstói úti villasor egyik impozáns épületét 1927-ben építette a megye székhely nagy tekintélyű polgármestere Bencs Kálmán. Az intézmény, melyet a Móricz Zsigmond Színház üzemeltet majd, mostantól színesíti a város turisztikai és kulturális program kínálatát. Az épületbe lépve az 1920-as évek hangulatát érezhetik át az ideérkezők. A villa teljes átalakításával látogatható lesz egy korabeli bútorokkal berendezett dolgozószoba, egy szalon, egy női szoba, valamint egy könyvtár. A padlástér megújításával egy minden igényt kielégítő alkotóműhelyt is kialakítottak a szakmai közönség részére. A kert megújításával, az új kerítéssel a villa impozáns összképet nyújt. Az átadó ünnepségen részt vett Szabó Tünde, az Emberi Erőforrások Minisztériuma államtitkára is, aki elmondta, a Bencs Villa a megyeszékhely egyik ikonikus épülete, ami nagy lehetőségeket rejt magában. A Bencs Villát senkinek nem kell bemutatni, aki nyíregyházi, és hogyha mondjuk az országból bárhonnan ide érkeznek látogatók, akkor első, hogy ezt meg kell nézni. Úgyhogy ugye 1927-ben épült, és azóta is már a város birtokba vette jó pár évtizede, és ugye az állapota olyan volt az elmúlt időszakban, hogy nem tudtuk úgymond használni, ami az értékét, az, hogy Nyíregyháza egyik kincses doboza, úgyis lehet mondani, tudjuk a művészetnek, a kultúrának, az irodalomnak átadni. Úgyhogy az is nagyon nagy öröm számomra, hogy a Nyíregyházi Színház az üzemeltetője, és ez is garancia arra, hogy megfelelő kezekben a kultúrának átadva a hagyományokat tudjuk szolgálni. Az épület, amely pályázati forrásoknak köszönhetően újult meg, külső megjelenésében teljességgel megőrizte az eredeti formáját. Belső tereiben pedig korabeli enteriőrök váltakoznak az új igényeket kielégítő korszerű anyagokkal, technikákkal. Ez egy Európai Uniós, úgynevezett topos területfejlesztés operatív program forrás, amit a város 29,6 milliárd forintba a kormánytól megkapott, és azt töltöttük fel rengeteg projekttel, hát ez az egyik, 290 millió forint volt az összköltség, de hát igazából az ötlet, a projekt az úgy 4 évvel ezelőtt kezdődött, amikor ugye már beindítottuk azt a kulturális, civil programsorozatot, ami ide vonzotta az embereket, nagyon népszerű lett a Bencs Villa, a régi, ma már ezt látva azt mondanák méltatlan formájában is, és nagyon örülök, hogy ez elkészült. A Móricz Zsigmond Színház üzemelteti majd az intézményt, ahol igényes programokkal várják a közönséget. Szeretném a színházat egy kicsit közelebb hozni a Bencs Villához. Éppen ezért rengeteg színházi programmal, irodalmi estel, miniprodukciókkal, zenés estekkel, esetleg beszélgetésekkel, tehát ahogy a megnyitón is egy színházi témájú beszélgetés lesz, Vigyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója lesz a vendégünk, de a jövőben is szeretnék színészeket, rendezőket, színházi embereket meghívni. A hivatalos átadó ünnepséget követően a közönség beszélgetést hallhatott a Bencs család leszármazottaival, valamint Vigyánszky Attilával, a Nemzeti Színház vezérigazgatójával, és felléptek a Nemzeti Színház művészei is. A Vidor Fesztivál ideje alatt már irodalmi programok várják az érdeklődőket a Bencs Villában. A befogadó oktatást és pedagógiai szakszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést kívánja elősegíteni a három nyíregyházi, különleges bánásmódot igénylő gyermekek szakmai fejlesztésével foglalkozó intézmény programja. A 3 éves projektben többek között speciális eszközök beszerzésével, pedagógusok továbbképzésével, új módszertanok kidolgozásával és szülőket támogató programokkal segítik közel 2000 sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztését. Gyógypedagógiai tanácsadás, szemlélet formáló rendezvények, érzékenyítő tréningek. Többek között ezek szerepelnek a megvalósítandó feladatok között abban a programban, melyet 3 a különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátásában érintett intézmény indított.
a Nyíregyházi Bárci Gusztáv és a Göllesz Viktor iskola, valamint a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat közös célja, hogy a sajátos nevelési igényű, súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek számára javítsa a minőségi pedagógiai szakszolgáltatások elérését és segítse az ellátó intézmények szakmai fejlesztését. A súlyos halmozott fogyatékos gyerekeknek az ellátása nagyon nagy feladat. Itt szükséges azokat a speciális terápiás eszközöket beszerezni, amely segít őket a későbbi társadalomba való beilleszkedéshez. Az intézmények még nem rendelkeznek ilyen eszközökkel, vannak fejlesztő eszközeink, de az új terápiákhoz szükséges eszközök ezen a pályázaton belül kerülnek beszerzésre. Az utazó gyógypedagógusi hálózatnál, illetve a szakszolgálati feladatoknál új fejlesztési protokollok kerülnek kidolgozásra, hiszen a gyógypedagógia, pedagógia egy nagyon intenzíven fejlődő tudományág. A programban a gyerekek segítése és a pedagógusok képzése mellett a szülők támogatására is nagy hangsúlyt fektetnek. A szülő támogatása roppant fontos, hiszen egy súlyos halmozottan sérült gyermeknél a nap 24 óráját a szüleivel tölti a gyermek, és az otthoni fejlesztéshez adunk szaktanácsodokat, illetve bemutatjuk azokat a fejlesztési lehetőségeket, amelyeket az otthonukban megvalósíthatnak. Az utazó gyógypedagógusi hálózatban pedig olyan kézikönyveket, segédanyagokat kapnak a szülők, amelyek az otthoni gyakorláshoz is segítséget nyújthatnak. A megközelítőleg 300 millió forintos programban csaknem 2000 gyerek és több mint 800 pedagógus vesz részt. A 3 éves projekt során 13 új képzési módszertant szeretnének kidolgozni, emellett közel 1500 darab új fejlesztő eszközt szereznek be, és több mint 100 támogató programot szerveznek. Elkezdődtek a Macbeth olvasó próbái a Móricz Zsigmond Színházban. A Shakespeare darabot Horváth Illés rendezi a Krúdi Kamara színpadára. A sorozatos elbukásról és a bűnnel való szembenézésről szóló drámát október 19-én láthatja majd a nagy közönség. Egy régi színházi babona szerint a jól ismert skót darab címét nem lehet kiejteni sem, mert átkot hoz a színházra, a rendezőre és a színészekre is. Nem adta még elő társulat úgy, hogy ne történjen valami negatív dolog. Ez így volt a Móricz Zsigmond Színházzal is. A darab Kállai Géza fordítása alapján készült, azonban az irodalom történész tavaly év végén elhunyt. Shakespeare műve egy távoli legendák árnyékába veszett középkorban játszódik, ez az előadás azonban egy elképzelt jövőbe tekint. Mindezt újszerűen napjaink emberéhez szóló értelmezésben. Azt remélem, hogy nagyon izgalmas lesz. Tehát szerintem ez a kulcs szó. Nem is a dolognak a drámaiságát hangsúlyoznám ki, tehát nem kell melodrámára gondolni, vagy nem kell ettől megrettenni, hogy nem egy végjátékra ül majd be a néző, mert abba bízom, hogy ehhez mérten, és megfelelőképpen fogja ezt ellensúlyozni azt, hogy a dolog rettentően izgalmas. Mind a képi világában, a díszletben, a jelmezben, tehát a közeg, amit megteremtünk, azt nagyon szeretném, hogyha egy tulajdonképpen a misztikus, fantasy filmek világára emlékeztető, szinte már horrorisztikus és mindenféleképpen fordulatos és pörgős cselekménnyel bíró, nagyon vagány előadás lesz. A misztikumhoz tartozik az is, hogy boszorkányok és kísértetek lesznek jelen folyamatosan a színpadon. A rendező szerint ez már önmagában lebilincselő lesz a nézők számára. A fiatalabbak pedig a zenék stílusában is megtalálhatják majd a saját ízlésüket és hangulatvilágukat. A nézőtér is egyedi lesz, hiszen nem a steril színházba érkeznek majd a nézők, a színpadon megjelenik a föld, a víz és a kő anyaga is. Mindezt kiváló színészi játék és különleges szereposztás koronázza meg. Nagy ideig Gergő fogja játszani Macbethet, és nekem ez az előadás róla is jutott eszembe. Tehát én, amikor Gergőt itt láttam más szerepekben színpadon, akkor rögtön jött egy ilyen sugallat, hogy ennek a srácnak Macbethet kell játszania. És nagyon érdekelt az a verzió, hogy mellette a Lady Macbeth, aki az sztereotíp gondolatokban, az mindig egy ilyen gonosz nő, aki gonoszkodik folyamatosan a férje körül, és ráveszi a legcsúnyabb dolgokra, és a Lili, aki egy kiváló tehetségű és nagyon fiatal színésznőt is ismereti már a nyíregyházi közönség, ő pedig egy tüneményes szőke kislány. És szerettem volna ezt az ellentmondást, ez engem jobban érdekelt, hogy legyen egy tüneményes, szőke, nagyon fiatal kislánya mellett a nagy darab állat férfi mellett, és ő vegye rá ezekre a dolgokra, hogy ez egy sokkal, sokkal különlegesebb konstelláció szerintem. A Shakespeare drámát október 19-én pénteken 19 óra 30 perckor mutatja be a Nyíregyházi Társulat a Krúdi Kamarában.
71 éves korában elhunyt Székely József, a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjével kitüntetett Jászai Mari díjas színművész. Székely Józsefet a nyíregyházi közönség a Vidor Fesztiválon láthatta volna a Szép jó estét, Mr. Green című kamara előadásban pénteken este. Az előadásra megvásárolt jegyeket visszaváltják. Négy aranyérmet szerzett Serez Zoltán a csehországi Pilsenben megrendezett egyetemi erőemelő világkupán. A nyíregyházi Kelet Ereje Erőemelő Egyesület versenyzője a Debreceni Egyetem színeiben indulva első nemzetközi versenyén guggolásban, felhúzásban, fekve nyomásban és összetettben is az első helyen végzett a plusz 120 kg-os súlycsoportban. Az egyetemistáknak három éve rendez világkupa versenyt a Nemzetközi Erőemelő Szövetség. Az indulásnak két feltétele van, egyrészt a hazai szövetség igazolt versenyzőjének, másrészt pedig felső oktatási intézmény hallgatójának kell lennie a résztvevő sportolónak. A nyíregyházi Keletereje erőemelője, a plusz 120 kg-os súlycsoportban versenyző Serez Zoltán a Debreceni Egyetem végzős informatikus hallgatójaként lehetett ott a csehországi Pilsenben megrendezett viadalon. Nekem akkor, amikor kiírták ezt a versenyt, még nem volt olyan ambícióm, hogy külföldi világversenyeken induljak. Egész jól szerepeltem az elmúlt három évben magyar szinten, de az, hogy konkrétan nemzetközi versenyekre induljak, az nem volt tervben. Hát az, hogy ide eljussak, egy nagyon komoly életszervezési problémát jelentett. Össze kellett hozni nagyon sok dolgot, munkát, egyetemet, és utána jött ez az edzés. Kicsit ez most előtérbe került el a fél évben. Hogy milyen reményekkel indultam, hát ez konkrétan attól függ, hogy milyen indulókkal kellett volna szembeszállnom. Nem néztem azt, hogy milyen érmeket fogok hazahozni, hogy milyen színű lesz az az érem, ami a nyakamba kerül. Inkább azt, hogy magamhoz képest én nagyon jó összetettet össze tudjak hozni, és egy jó fejlődést, egy olyan fejlődést tudjak elérni fél éven belül, ami tényleg világszintű, és nem csak a magyar színekben mutat jól. Az élete első nemzetközi versenyén induló 22 éves sportoló mind a négy aranyérmet megszerezte Csehországban. Szimcsina Mihály tanítványa eredményével három junior és két felnőtt országos csúcsot is felállított. Guggolás, fekvenyomás, felhúzás és ugye összetettben is meglett az aranyérem. Szám szerint ez, mármint a számok szerint, hogy ez hogy jött össze, 292 kilós guggolás, egy 215 kilós fekvenyomás és 315 kilós felhúzás jelentette így a 822 feles összetettet. 9 érvényes gyakorlat helyett csak 8 sikerült. Az utolsó felhúzásra az edzői tanácsot egy kicsit úgy, hát nem is azt mondom, hogy elnézve, de mindenféleképpen szerettem volna egy magyar csúcsot még felhúzásban is. Ezért a javasolt 322 fél helyett 332-re kértem, ami itt körülbelül térdél akadhatott meg. Tehát valahol itt. Az nem jött fel, de 9-ből 8 érvényes gyakorlattal zártam ezt a versenyt, és így lett az elmondott 822-es féleremény. A Debreceni Egyetem hatfős csapatában Serez Zoltánon kívül Kulcsár Dávid, Nagy Balázs és Baranyi Hajnalka a Kelet Ereje Erőemelő Egyesületet, Veres Ádám és Guti János a Mérk Kinizsi színeit képviselte. Kulcsár két arannyal és egy bronzéremmel, Veres pedig két ezüsttel és egy bronzzal zárta a világkupát. A csapatversenyben a Debreceni Egyetem a második helyen végzett. Vasárnap 6. alkalommal rendezi meg a Kölcsei Díjese edzőtábor záró strand kézilabda tornáját. A sóstói strand homokborítású pályáján 4 női és 4 férfi csapat méri majd össze a tudását. A 40. idénye előtt álló Kölcsei Díjese fél évtizede egy strandkézilabda tornával zárja a felkészülés legkeményebb hetének számító edzőtáborát. Az elmúlt 5 alkalommal a szomszédos megyékből is érkeztek résztvevő csapatok, mellettük megyebeli együttesek alkották a mezőnyt. Így lesz ez ezúttal is, a sóstói strandon 8 gárda lép majd pályára. A 6. alkalommal rendezzük meg a Kölcsei Sportcentrum Kupa strandkézilabda versenyt, 4 fiú és 4 lány csapat részvételével. Ezúttal is a Kölcsei edzőtábor utolsó napján, vasárnap a sóstói strandon rendezzük meg. Remélem az időjárás kegyes lesz hozzánk, egyelőre nem ezt mondják a meteorológusok, de bízom benne, nagyon élvezetes, jó játék, úgyhogy kíváncsian várom.
kézilabda edzőtáborunk végén, amikor napi három edzéssel gyötröm a lányokat, nyilvánvaló jól esik egy kis fürdőzés, és közben pedig játszunk még három mérkőzést is. Természetesen serlegekért, külön díjakért, legjobb kapus, legjobb mezőnyjátékost is díjazzuk, úgyhogy mindenképpen egy nagyon élvezetes játék, és nagyon várja a csapatom is, és a többiek is. A sportág homokborítású pályán űzött változata a játékosok és a nézők körében is egyre népszerűbb. Két fontos szempont miatt is nagyon szeretjük a strandkézilabdát. Részint fizikai képesség fejlesztése nagyon jó szolgálatot tesz. A homokban nyilván nehezebb futni, felugrani. Ez az egyik oldala, a másik oldala pedig nagyon jó ügyességfejlesztő játék, mert hát nehezebb megfogni a labdát, nem lehet vaxot használni, kicsi a pálya, homokos is a labda, úgyhogy mindenképpen ügyesnek kell lenni. Tehát én azt gondolom, hogy egy korszerű sportjáték, nem véletlenül, hogy világon egyre elterjedtebb, és nagyon sokan játsszák ezt. Láttam a világbajnoki meccseket is, nagyon magas színvonalú mérkőzések voltak. A strandkézilabda torna programja vasárnap 9 órakor kezdődik a Sóstói strandon. A 4 női és 4 férfi csapat körmérkőzéses formában dönti el a helyezések sorsát. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Mintegy 50 település közel 40 ezer lakóját szolgálja majd az az új járási hivatal, amely Fehérgyarmaton épül. A beruházás 365 millió forintos hazai forrásból valósul meg. Az új épület később a kormányablaknak is helyet biztosít majd. A jelenleg a Városházán dolgozó 70 főből 35-en költöznek majd az új épületbe. Megújult a Bencs villa, Bencs Kálmán Nyíregyháza egykori nagy tekintélyű polgármesterének otthona. Az 1927-ben épült villát a jövőben a Móricz Zsigmond Színház üzemelteti majd. A szervezők célja, hogy irodalmi előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel, kiállításokkal várják a nyíregyháziakat és a városba látogatókat. Speciális eszközök beszerzésével, pedagógusok továbbképzésével, új módszertanok kidolgozásával és szülőket támogató programokkal segítik a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését. A három nyíregyházi különleges bánásmódot igénylő gyermekek szakmai fejlesztésével foglalkozó intézmény programja a befogadó oktatást és pedagógiai szakszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést kívánja elősegíteni. A megközelítőleg 300 millió forintos programban csaknem 2000 gyermek és több mint 800 pedagógus vesz részt. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 23-án csütörtökön. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra! Holnap többnyire napos, de záporokkal, zivatarokkal tarkított időre van kilátás. Péntek estig még igen meleg, de egyre nagyobb nedvességtartalmú levegő áramlik a Kárpát-medence fölé. Az éjjeli órákban változóan felhős lesz az ég, hajnaltól kisebb eső, zápor is előfordulhat, a délies szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 19 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a több órás napsütés mellett erőteljes nappali gomoly felhő képződés várható, és záporok, zivatarok is többfelé kialakulnak. A délies szél megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Délutánra 30 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. 11 és 15 óra között erős UVB sugárzás várható, ezért ebben az időszakban nem ajánlott tartósan a napon tartózkodni. Szombaton a gomoly felhők mellett még több órára kisüt a nap, de többfelé várhatók záporok, zivatarok. Vasárnap reggelre markáns hidegfront érkezik, így felhős, csapadékos, hűvös időre lehet számítani. A jövő hét első felében ismét sok lesz a napsütés, és erősödik a nappali felmelegedés.